Az egyik legagresszívebben terjedő gyomnövényünk a selyemkóró, Asclepias syriaca, még itt a Fülöp-szállás melletti sívó homokon is megél, sőt, terjed, értéktelenné teszi a gyepet, akácerdők alá is bekúszott, tehát még ezt a mostoha körülményt is nagyon jól elviseli. Nehezen írtható gyom, ugyanakkor a mészkészítés szempontjából egy nagyon hasznos növény, hiszen a virágát látogatva készítik a méhek az nagyon értékes selyemfűmézet, amely az akácmézzel egyenlő értékű és tisztaságú méznek számít most már. Tehát ami nagyon káros a mezőgazdaságnak, az hasznos lehet más szempontból, itt a mészkészítés szempontjából. Erről szóltak a korábbi kisfilmjeink is, például az alkörmössel, vagy a japán keserűfűvel kapcsolatban. Nem is írtható virágzó állapotban a selyemkóró, meg kell hagyni a mészkészítésnek a virágokat, előtte vagy utána viszont próbálkozhatnak a növényvédőszerekkel, elég nehezen írtható, bőrszerű, ellenálló levelei vannak, de itt van a mechanikai írtás lehetősége, kaszával, sarlóval, főleg a kisebb kertekből azért szépen ki lehet vinni. Akinek tetszett ez a videó, iratkozzon fel a csatornánkra, és folyamatosan kaphatja majd ezeket a kisfilmeket.